napot kívánok, ez a Kanizsa Café, a Magyar Kultúra Napja kapcsán beszélgetünk ezen a héten Kovásné Mikula Máriával és Lehota M. Jánossal. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok ebben az adásban is. Kedden szerdán tulajdonképpen a himnusztól eljutottunk Hegelig, és ez az év nekem nagyon-nagyon tetszett és tetszik. Folytassuk ilyen, továbbra is ilyen szabad asszociációk tárházát fölépítve a kultúra és a magyar kultúra kapcsán. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenünk, de nem baj, szerintem itt is jó helyen van. Van-e arra definíció egyáltalán, vagy valami jó megközelítés, hogy mi a magyar kultúra? Itt most a szókapcsolat minden elemén hangsúly van. Többfajta kultúra fogalmi megközelítés létezik. Hát nyilván, aki kulturális szakember, kultúratörténetet, művelődéstörténetet, kultúraelméletet tanult, az pontosan tudja, hogy rengeteg megközelítés van. Van egy olyan mindenek fölötti megközelítés, amely tulajdonképpen a kultúrában minden olyan fogalmat, minden olyan folyamatot beletartozónak vél, illetve állít, amely az emberrel kapcsolatos. Tehát magával az emberrel, az ember tevékenységével, az ember gondolkodásával, az ember alkotó tevékenységével, tulajdonképpen minden hozzá tartozik. Ugye beszélhetünk mondjuk a mezőgazdasági kultúráról, aztán a művészet is egyfajta kultúra megközelítés. Talán ez az a legáltalánosabb kultúra fogalom, amely tulajdonképpen magában foglal minden olyan jellegű tevékenységet, amely mondom az emberhez köthető. És a magyar kultúra pedig nyilván a magyar néphez, a magyar nemzethez kapcsolódó minden olyan fajta tevékenységet, akár a történelmi, akár az irodalmi, akár a művészeti alkotó tevékenységre, a mindennapokra vonatkoztatva, kezdve az ősi kulturális értékekre, a népi kulturális értékeken át, a magyar vallás, a magyar ősvallástól elkezdve nyilván a mai vallási irányzatokig, minden, ami a magyar néphez. Tehát a kultúra az nem egyenlő a művészettel. Kérdezek kettőt, aztán erre fűzzük fel ezt a mai napot. Mondjuk a te értelmezésedből most már azt hiszem, hogy logikusan következik, de a disznóvágás hagyománya, létező hagyománya, az kultúra? Igen. Mert ugye ezt nem így szoktuk értelmezni, azt mondjuk, hogy ez egy valami, oda megyünk, mert apáink, meg nagyapáink, meg dédapáink is vágtak disznót, hát mi is vágunk. De akkor maga a mód, maga a közösségi összejövetel, mert a disznóvágás azért mindig kovácsul egy 5-6-7-8, ki tudja hány embert, az a kultúra része. Igen. Egyértelmű. Ugye a viszonyulási rendszer, a kultúra, tehát abszolút, amit a Marika mondott, teljesen abszolút minden szavával egyetértek, és talán egy másik megközelítésben is kiegészítve, hanem hozzáillesztve, hogy viszonyulás önmagunkhoz, környezetünkhöz, a másikhoz. És van egy ilyen furcsa beállítódásunk, én ezt egyetemen fél évig szoktam oktatni, csak ezt a részt, hogy az ember az egy konstrukció, és a kultúra hoz létre embert. Tehát az ember nem van, és akkor besétál egy közegbe, és az módosít rajta, hanem maga az ember, mint létező, a kultúra révén konstruálódik, jön létre. Tehát a kultúra lényegében egy ilyen kicsit marxistás vonulattal, hogy mindig a művészettel, és mindig az a habos torta hasonlattal, ugye építmény, felépítmény, vagy alapé felépítmény, és akkor habos torta tetején a kultúra, és amikor nagy baj van, akkor a kultúrát lehet megspórolni, és ebben mindig van egy olyan mellékzönge, hogy az a művészetekkel, szellemmel kapcsolatos terület. A kultúra alapvetően meghatározza azokat a viszonyulásainkat mindenhez, önmagunkhoz, világhoz, környezethez, ami révén mi emberként mondhatjuk magunkat. Tehát például a nejői ősi szabályzata, vagy ősi erkölcsi parancsa, mint tabu, mint kulturális tiltás, mert ugye képesek vagyunk ölni, ezért a kultúra szabályozza azt, hogy mi ne öljünk. Ugyanakkor a disznóölés az ölést jelent, a háború, a menetel ölést jelent, ahol kifejezetten az a parancs lép érvénybe, hogy ölj.
ami ellentmondás. Na most a kultúrának olyan széles körű ágynak, viszonyulási rendszernek kell lennie, amelyben benne állva az egyén, a közösség meg tudja, el tudja dönteni az adott szituációban, hogy ő most a ne ő parancsában van, vagy az ő parancsában van. Meg kell védenem az otthonomat, megtámadtak minket. Mind a kettő kultúra. A kultúrának a lényege mind a kettőt szabályozza. A tiltás területe is, ami a háború, vallás, sport. A sport arról szól, hogy gongatnak egyet, ugye van egy kerete, a tiltás egy bizonyos kereten belül, idő és térbeli kereten belül a tiltás érvényét veszti időlegesen. Gongatnak, és arról szól, hogy a két boxoló agyonveri egymást. Ha ezt az utcán teszik, elviszi a rendőr. Ugyanezt történik disznőléssel, bál, buli, kapunyítás, ugyanaz a struktúrája van egyébként, fogadóital, lakodalmon fogadóital van, disznőlésnél fogadóital van. Feloldja a tiltás területére lépéskor azt a gátat bennünk, amely a mindennapokban kell, hogy legyen. Nem piálhatok én a mindennapjaimban, az utcán, munkahelyen. De ha kinyílik a kapu a bál alkalmával, fogadóital jelezve, hogy ezen téren és időn belül, kapunyítástól kapuzárásig lényegében felszabadulhatnak azok az energiák, amiket egyébként a mindennapokban a kultúra szabályoz és rendet teremt. Így a kultúrának mind a két vetületét, mind a két területét egyszerre kell szabályozni, tehát ellentmondásokat kell egyszerre szabályozni a kultúrának, hogy mi el tudjunk abba igazodni, és ki tudjuk alakítani a viszonyulásainkat a világhoz, egymáshoz, és önmagunkhoz természetesen. A másik példa jellegű kérdésem a disznóülés volt az egyik, meg kettőt ígértem a másik, de csak azért, mert közvetlenül ezután vagyunk, hiszen a hétvégén volt a miklósfai rendezvény. A kerekrépából általam otthon készített akármilyen étel, és ezzel népszerűsítsük egy kicsit a miklósfai kerekrépát, mert szerintem megérdemli. Az a főzési folyamat, hogy elfogyasztom a családommal, akár babosan, csülkösen, akár rétesként, az is kultúra? Igen. Hogy ne? Minden. Minden emberi cselekvés. Tehát mi nem Super Mario-t szoktam mondani, bocsánat a hasonlatért, számítógépes játékoknál meg be van programozva az adott cselekvő ágensnek, tehát a játék figurájának be van programozva minden lépése. Én irányítom. Én felfüggesztem és elmegyek innen egy pohár vizet, akkor az a figura számítógép monitorján állva marad. A természeti létezők döntő többsége ugyanilyen, tehát ő kap egy jelet, egy kód alapján kap egy jelet, amitől ő szaporodik, eszik, iszik, szarvasbőgés novemberben, vagy az őszi időszakban, érdekes módon júliusban nincsen, tehát ő nem kap egy jelet az adott élőlény, akkor ő nem cselekszi azt meg. Ugye az embernél pontosan az a lényege, hogy a cselekvéseiben, eszközhasználatában szabad. Tehát bármit tehetek, bármilyen módon tehetem. A kultúra az, amelyik egy hagyomány alapján, egy közösségi létmódja alapján, történetiségében kialakulva az eszközhasználatomat, a másikhoz való viszonyulásomat szabályozza, segíti, hogy én abban a szabadságomban mégis milyen irányt kövessek, milyen irányba tevékenykedjek. Az, hogy nekem a saját családi kultúrámban, hagyományban a mamma receptjét, a kerekrépát felhasznál, leülünk, annak van egy rítusa, egy szertartása, annak megvannak azok a módozatai, ami minket jellemez. Tehát az identitásunk lényege, önazonosságunk lényege is, hogy bizonyos dolgok mentén haladunk, és valamilyen irányban haladunk. Ha ettől eltérek, akkor kicsit én magammal állok ellentmondásba. Érteni fogjátok a kérdést, ebben egészen biztos vagyok, és vajon, jó, egy tágabb kultúra értelmezést adtatok, szerintem ez nagyon jó, innen tovább lendülve, vajon a kultúrálatlanságnak van-e kultúrája? Igen. Határozott véleményem, hogy igen. Ugyanúgy az előbb a János megfogalmazta, a kultúra egy szabályrendszer, amelyet igazából minden azonos identitású nép, népcsoport, nemzetség, család a magáinak vél. Na már most, hogyha a társadalom alapvető sejtje, a család nem alakítja ki a saját maga kulturális szabályrendszerét, akkor marad kulturálatlan státuszban. Na már most, hogyha ez így begyűrűzik, tovább gyűrűzik mondjuk egy egész társadalomba,
akkor igen, beszélhetünk társadalmi méretű kulturálatlanságról, amelynek tekintetében időnként, amellyel találkozunk a mindennapok során. Szerintem ugyanúgy a kulturális intézményekben, ugyanúgy az oktatási intézményekben, ugyanúgy az utcán, ugyanúgy színházakban, egyebek terén, a buszmegállóban, tehát gyakorlatilag az élet minden területén találkozunk. És milyen érdekes, bocsánat, hogy a kulturálatlanság, és ezért volt fontos, hogy a magyar kultúráról kezdtünk el beszélni, mert ugye bizonyos népeknél például, ami nálunk kulturálatlanságnak számít, az ott a kultúra szabályrendszerének a része, csak más nem mondjak, gasztronómiai terület, ha már disznólésről beszéltünk. Vannak olyan elsősorban keleti és innen a nyugat-európai civilizációból nézve még mindig primitívnek tekintett népek, ahol étkezés után a hangos böfögés az azt jelzi, hogy nagyon jó volt, hogy köszönöm szépen, és jöhet a kumisz. Még itthon, hogyha valaki böfög, akkor azt már kulturálatlannak vagyunk képesek mondani. Tehát, hogy az is függ, hogy egy-egy csoport, bármilyen csoport is, beszéltünk akár egy nemzetről is, mit tart értéknek, és milyen 100 vagy 1000 éves hagyománya van, lásd a böfögés. Rendkívül fontos a stratégia, tehát, hogy, és ez minden primitívnek tartott, hogy a primer kultúra, szerint elsődleges kultúrájú nép, egy primitív törzsi kultúrában élő népnél, általában a létfenntartás, fajfenntartás stratégiája határozza meg az ő létmódjukat. Tehát azt jelenti, hogy olyan környezetben él... Itt a Maslowban alul. Igen, lényegében a Maslow piramis alján. Olyan környezetben él, ahol neki az adott környezet olyan kihívásokat jelent, ahol lényegében azok az elsődleges, a mi ősi kultúránkhoz tartozó cselekvések a mindennapjai. Ezért kicsit változatlan. Sivatag közepén, változatlan környezetben egy változatlan kultúra alakul ki, ahol fenn kell tartani önmagát. Vízhez kell jutnia. Innentől kezdve a törzsnek, a tagjainak az értékkategóriájában, a hierarchiájában, a berendezkedésében ez a stratégiai cél, hogy fennmaradjunk, kiosztja a szerepeket a társadalomban, a törzsön belül. Ezek a szerepek változatlanak maradnak a maguk cselekvéseivel, és az ő kultúrájukban ezeket a szerepeket, az egymáshoz való viszonyukat a kultúra szabályozza. Amíg az a stratégiai cél nem változik meg, egyszer csak megérkezik a víz, oázissá válnak, a betevő szinte begyalogol a törzsi sátor elé, ez a fajta stratégiai célja az adott kultúrának megszűnik, vagy legalábbis kevésbé lesz releváns. Új stratégiai célokat kell feltalálni, hogy akkor nekünk mi dolgunk a világban. Mi az, amit meg kell oldanunk, és az újraosztja a szerepeket. Megváltozik az irány, a szerepek átalakulnak, a viszonyulások átalakulnak, és a társadalom is átalakul. Na most a kulturálatlanság sokszor azt is jelenti, hogy nem tudja, mi az irány. Tehát ha a kultúra szabályozza a viszonyainkat, az irányainkat, a stratégiánkat, az ahhoz megfelelő eszközöket megtaláljuk, az eszköz használatot, helyesen használjam az eszközt, mert én szabad akarattal bíró lényként szabadon használhatom az eszközt, feldarabolhatok vele egy embert, és felszelhetek vele egy kenyeret ugyanabban az egy késsel. Tehát nekem azt irányba kell szabnom. A kulturálatlanság sokszor jelentheti azt is, hogy egyrészt a viszonyulásokat nem ismeri valaki, abban a körben, abban a viszonyrendszerben miképp kell viselkedni, úgy viselkedik, mint egy másik viszonyulási rendszerben, ahogy szokott viselkedni. Ahogy szokott otthon, úgy viselkedik az iskolába. Úgy viselkedik az idegenekkel, felnőttekkel, és számára idegen felnőttekkel, mint ahogy ő a haverjaival szokott, mert nem tudja, hogy abban a körben, abban a viszonyrendszerben mik a szabályok, szokások. Na most ez egyik. A másik, egy kultúra akkor válhat kulturálatlanná is, hogyha elveszti ezt a stratégiai célját. Mi dolga ennek a nemzetnek, ennek az Európának, ennek a családnak, mi dolga a világon? Mit követ, mit szeretne elérni? Mi az, ami letisztítja az eszköz használatát, mi az, ami újra struktúrálja a szerepeket, nekem mi dolgom van ebben a közösségben, mi a feladatom. Ha nem találja meg, identitásvesztésbe vesztés jön létre, akkor bizony, mint az elefánt a porcelán módban, mindenki a maga irányát követi, és egyszer csak keresztezzük egymás útját úgy, hogy te beszélsz valamiről, ő meg beszél valami teljesen másról. És azt érezzük, hogy nincs köztünk kommunikáció, nincs irány, ő egy barbár, ő egy kulturátlan, miközben egyébként ő ugyanazt gondolja rólad. Ha már a viselkedés kultúrát beloptad itt a példák kapcsán,
aztán ezt tágítsuk majd, amikor egy kulturális intézménybe, egy művelődési intézménybe belépünk, akkor hozunk kintről mintákat, sokfélék vagyunk, sokfajta mintát. Van-e egy egységes kulturált viselkedés mintánk? Megfigyelhető-e, hogy az ember, mondjuk belépve a HSMK-ba, hozzunk példát, azt a szabályrendszert követi, azt fogadja el, vagy most már lazulnak ezek? Ugye régen színházi előadásra, még azt mondom 10-15 évvel ezelőtt is, de 20-szal biztosan, kosztümben, öltönyben, nyakkendőben ment a többség. Aztán most már látok olyat, amikor farmerban, ingben. Van, aki esetleg magára kap egy zakót, vagy magára kap egy blúzt, és úgy mennek a hölgyek, de már semmiképpen sem azzal a tisztelettel, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Aztán B-változat. Szerintem pont te mondtad, pont a legutolsó alkalomkor, amikor itt voltál, hogy e tekintetben Kanizsán van egy jó irányú változás, hogy most már megint egyre többen kvázi a klasszikus színházba járós viseletet veszik föl. De a kérdés lényege az, csak hogy hozzak egy példát, hogy mire is gondolok, hogy van-e egy ilyen kulturális kód, hogyha belépünk hozzátok? Hál' Istennek van. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, mivel hogy közel van hozzánk a Felső templom, a szomszéd intézmény, mi pedig a kultúra temploma vagyunk. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a mitológia szerint a művészetnek van 7 múzsája, amely kvázi a Hevesi Sándor Művelődési Központ földszinti előcsarnokában látható egy csodálatos tűzománc kompozícióban, ami Járási Ildikó nagykanizsai iparművész munkáját dicséri, és pontosan 1989 óta látható ez az intézményben egy gyönyörű szép tölgyfa burkolatba tükrökkel beállítva. Ez olyan, mint egy oltárkép. Tehát nagyon sokan, például külföldiek, akik belépnek hozzánk, először azt gondolják, mikor ránéznek erre az oltárképre hajazó alkotásra, hogy ez egy templom. És tényleg az, mert a kultúra temploma. Ahogy már említettem, a szomszédban van a Felső templom, Jézus szíve plébánia templom. Amikor az ember belép egy templomba, akkor óhatatlanul egy ilyen áhítat lesz rajta úrrá, és amikor belép a kultúra templomába, akkor is. Megvilágítom egy icipicit, hogy mire gondolok. Tehát maga az épület impozáns volt, ez az említett tűzománc kompozíció elhelyezkedése mindjárt a bejárattal szemben. Ez egy olyan látvány, tulajdonképpen egy olyan effekt, amely az embereket egy kicsit visszafogottságra készteti, és arra, hogy viselkedjenek. Úgy, ahogyan említetted, hogy a természeti népeknél, illetve Ázsiában, főleg az arab világban van ez a bizonyos gasztronómiai szokás, ami egy kulturális kód, ami annak a népcsoportnak a sajátja, és ez teljesen elfogadott azon a vidéken. Ez egy hangos tetszésnyilvánítás, ugye? Így beszéltük meg, vagy erről Ebben maradtunk. És ez kötelező hangos tetszésnyilvánítás. Na már most, hogyha egy kulturális intézményben egy előadásnak vége van, vagy egy olyan pillanatnak van vége, ami különleges hatást vált ki a publikumból, akkor ugye hangos tapssal köszönjük meg az adott produkciót az adott művésznek, és ez nem pusztán csak az előadás végén, hanem az előadás közben is fölhangozhat ez a úgymond vas taps. Hát az előadás végén meg, ha felhangzik, hát az mindennek a csúcspontját jelenti a művészeknek, akik ezt előadták. Azt gondolom, hogy úgy, ahogyan a János megfogalmazta az előzőekben, ez egy tulajdonképpeni szabályrendszer, amit mi követünk. És az öltözködésre visszatérve, amit már említettél, igazából ez a mi városunkban nem volt annyira szembeszökő és nyilvánvaló, talán inkább Budapesten, ahol ugye egyre másra vannak a különböző specialitású színházak. Ugye az volt a lényeg, az volt a cél, hogy minél több embert vonzanak be, és nem az volt az elsődleges szempont, hogy nagy estélyibe, kis kosztümbe, kis estélyibe, koktélruhában, smokingban vegyenek részt ezeken az előadásokon, hanem egyáltalán bemenjenek. Ugye hát a fiataloknak megvan az öltözködés
kocsi kódja, a farmernadrág, a pulóver, régebben az alföldi papucs és a úgymond szimatszatyor meg a topisság. Mindezekkel együtt megvolt az igényük a kulturális javakhoz való hozzájutásra. Ezt meg is tették. No már most azt gondolom, hogy így a 2000-es évek kezdete óta megfigyelhető, hogy kezdünk visszatérni a kulturális intézmény, mint templom vonalához, és megtisztelni azt az előadást azzal, hogy egyáltalán az adott kulturális műfajhoz megfelelő öltözékkel meg tiszteljük a művészeket, akik azt előadják. Hát nyilván egy rock koncertre mókásan néznek ki valaki, hogyha talpig nagy estéivel, diadémmal hölgyekről. Hát, ahhoz valószínűleg mentőt hívnának. Tehát igen. Pontosan. Tehát itt is a kód, ami a meghatározó. Tehát egy rock koncertre nem megyek el ugye nagy estéibe. Egy balett előadásra mondjuk azért farmer nadrágban sem. Mondjuk hát a kortárs balett az egy másik dolog megint, de az ember mindig egy kicsit gondolkodik, utána néz az úgynevezett etiketnek az előírásait, az illemkódexeket tanulmányozza, ugye van a különleges rendezvényeknek egy úgynevezett utóirata, a dress code, tehát hogy mit illik, miben illik megjelenni, és ez egy nagyon, nagyon üdvös előírás. Én azt gondolom, hogy valamit magára adó ember, és most már a fiatalok nagy része is ide tartozik, igenis utána néz ezeknek az előírásoknak. Ha otthonról nem tud ilyet hozni, és van rá igénye, akkor akár az oktatási intézményekben az erre szakosodott pedagógusoktól, vagy szakemberektől, igenis utána néz. És én azt nagyon-nagyon jól tudom, hogy a János is említette, hogyha egyetemistákat, főiskolásokat oktat az ember, az ilyen animációtárgyba, és ide egy-két ilyen akár a filozófiai tárgyakhoz, hála Istennek a protokollt, a viselkedési kultúrát is hozzá rendelik, és tulajdonképpen a tudományos ismeretek mellé egy kicsit az etikai ismereteket is társít. De milyen érdekes, hogy ezt mondod, és utána a következő adásban folytassuk innen, most azért szólok csak közben, hogy le tudjam zárni, ha már a dress code, ha emlékszünk vissza, amikor ez először bejött meghívókon, vagy hivatalos, de szintén meghívók alján, hogy dress code, akkor sokan, legelőször én is egy ilyen főúri huncutságnak tűnt, egy ilyen burzsóá sznobizmusnak, hogy dress code, de ugye ez sok-sok évvel, ma most már évtizeddel szinte ezelőtt. Ma meg már szinte igényem van rá, hogy megnézem, hogy a szervező engem segítve, hogy ne legyen ciki se túl, se alul öltözni azt, aminek szánjuk a rendezvényt. Most már várom, hogy valaki mondja meg, hogy csak simán zakót vegyek, vagy frakkot, vagy smokingot, vagy menjek egyszerűen pólóba, mert ezt egy családi rendezvénynek szánjuk. Mennyit változott a világ 10-15-20 év alatt, a dress code is az életünk része lett. Nagyon köszönöm mára, holnap folytatjuk önöknek is ez az ígéret, viszontlátásra. A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.